A Magyar Országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapjává, annak emlékére, hogy 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen, majd hurcolták el a Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25-e. Ilyenkor két dolgot fontos megemlíteni. Az egyik, hogy világszerte a kommunista diktatúráknak 100 millió áldozata volt, és hogy Magyarországon is jó sok. Azt gyakran meg szokták kérdezni, hogy hány áldozata volt a kommunista diktatúráknak, és akkor azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen minden magyar polgár, aki a szocializmus korában Magyarországon élt, az valamilyen módon áldozata a kommunizmusnak. Volt olyan, aki 56-ban forradalom mellett, és ezért megtorlásokat szenvedett. Volt mintegy 400 ezer ember, aki disszidált. Többségük 56 után, de már a 40-es évek második felében és egészen a 90-es évekig nagyon sokan. De az, akinek elvették a földjét, a boltját, az üzletét, az, akit és 700 ezer honfitársunk így járt szovjet kényszermunkatáborba hurcoltak, de az is, akit a szülei idézőjelben vétke miatt nem vettek fel a felsőoktatásba, és emiatt a minőségi élettől, vagy az értelmiségi életpályától eltiltották. Tehát összességében az 1944-45 és 1989 közötti időszakban az állami és a pártelit, amely nagyjából a társadalom 5%-át tette ki, állami és pártvezetők az ők klientúrájuk kivételével, a társadalom 95%-a így vagy úgy, de a kommunista diktatúráknak az áldozata volt abban az időszakban. Ami különbség? 56 előtt a Rákosi korszakban a terror és az elnyomás uralkodott. 56 után, és főleg 1963 a rendszer idézőjelben puhulása után, Kádár János Magyarországán, már nem volt szükség terrorra, hanem az emberek saját maguktól tudták a határaikat. Politikai cselekvéseiknek, közéleti megnyilvánulásaiknak, vallásgyakorlásuknak, külföldre utazásoknak, emberi kapcsolattartásoknak, és ha lehet azt mondani, hogy ez még rosszabb, mint a terror, mikor az ember már saját magát korlátozza, és saját maga ismeri meg a saját korlátait, és belső elhatározásból alkalmazkodik egy elnyomó rendszerhez, nem pedig a terror következtében. Itt Kiskunmajsán a Konecsi György Múzeumban nyílt egy kiállítás, amely egyúttal be is mutatja a gulágtáborokra hurcolt, mint egy 700 ezer magyarországi, többségében magyar, kisebb rész németnek a káváriáját és sorsát, és a kommunizmus áldozatainak emléknapján azt gondolom, hogy az ő áldozatukra és az ő a szocializmus korában elhallgatott és eltitkolt áldozatokra is emlékeznünk kell.